A budapesti vendéglátóhelyeket is fokozottan ellenőrzik a nyári időszakban. Komoly bőrbetegségeket okozhat a szökőkútban való fürdőzés. Egyre szélsőségesebb időjárásra kell felkészülni a szakemberek szerint. Köszöntöm Önöket, a Budai Híradót látják, 19 óra van. Az iskola kezdés első két napján minden oktatási intézményben lehetővé teszik, hogy a 12 évesnél idősebb gyerekek is megkapják a koronavírus elleni oltást, amennyiben szüleik ezt megengedik. Ezt Orbán Viktor mondta a közrádióban. A miniszterelnök hozzátette, a 12-15 év közötti korosztály 13-14%-át oltották be, a 16-18 év közöttiek átoltottsága pedig 45% körül van. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy augusztus 1-től a kormány lehetővé teszi a koronavírus elleni harmadik oltás felvételét. A harmadik oltásra a másodikat követően 4 hónap elteltével lesz lehetőség, de az orvosok ettől eltérhetnek. Még több budapesti járaton vezetik be az első ajtós felszállást. A BKK szerint erre azért van szükség, mert ez segít a blitzelés visszaszorításában. A jegyek és bérletek érvényességét a sofőröknek kell ellenőrizniük. A cég úgy látja, az új járatok bevonásakor csak néhány napig okoz majd növekedést a járatok menetidejében az első ajtós rendszer bevezetése. A forgalmas vonalakon a hétköznapi csúcsidőszakban a buszok, trolik valamennyi ajtóját használhatják az utasok a felszálláshoz. Fokozottan ellenőrzi a NÉBIK a vendéglátóhelyeket a nyári időszakban. A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a higiéniai szabályok betartásával és az ételek tárolásával még sok helyen vannak problémák. Penészes falak, nem megfelelően tárolt élelmiszerek, rendetlenség és óriási kosz ott, ahol az étel készül. Ezeket a felvételeket a NÉBIK munkatársai készítették egy Pest megyei vendéglátóhelyen, amit azonnal be is zárattak. A nyári szezonális ellenőrzések során a szakemberek azt vizsgálják, a kánikula idején melyik vállalkozás mennyire tartja be az élelmiszertárolási szabályokat, és mennyire figyelnek a higiéniai előírásokra. A kisebb fesztiválokon, rendezvényeken és a vásárokon működő kereskedelmi és vendéglátó helyeket augusztus 20-áig ellenőrzik. A szakemberek kiemelt figyelmet fordítanak az utcai vendéglátásra, azaz a street foodra és a büfékocsikra, valamint a gyermektáborokban étkeztetést biztosító vállalkozásokra. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy egyre nagyobb a szakember hiány a vendéglátásban. Ez kihat a élelmiszerbiztonságra is. Nyilvánvaló, hogy ha nem szakképzett személyzet van jelen, akkor az élelmiszer higiéniai előírások betartására sem tudnak úgy odafigyelni, illetve problémát jelenthet szintén az elmúlt évek tapasztalatából a hűtési lánc be nem tartása, ez súlyos következményekkel járhat, illetve általános higiéniai problémákkal sajnos találkoznak a kollégák, illetve olyan dolgozókkal is, akiknek nincsen érvényes egészségügyi kiskönyve. Egy-egy vendéglátóhely esetében akár laikusként is észrevehetjük a problémákat. A személyzet ápoltságából vagy a vendéglátóhely környezetének tisztaságából már lehet következtetni arra, hogy a konyhában milyen állapotok uralkodhatnak, hívta fel a figyelmet a szakértő. A strandokon pedig érdemes az élelmiszerek frissességét és tárolását figyelni. Magával a lángossal probléma nincsen, hiszen az egy frissen készült, forró olajban sütött élelmiszer. Gyakorlatilag a feltét, ami veszélyes lehet itt a sajtejföl, hogyha azt nem megfelelő körülmények közt tárolják, nem hűtött állapotban tárolják, akkor az okozhat megbetegedést. Egyéb iránt a fagylalt lehet veszélyes, ugye, strandokon is lehet kapni. Érdemes megfigyelni a fagylalt pultot, megnézni a tégelyeket, hogy mennyire van púpozva benne a fagylalt. Ha nagyon meg van púpozva, vagy azt látjuk, hogy olvadt, akkor nem érdemes ott fagylaltot vásárolni. Illetve a palacsinta is ilyen termék még. Ott is az már egy fokkal veszélyesebb lehet, mint a lángos. Ha valaki akár orvos által bizonyítottan is összeköti megbetegedését egy étterem vagy büfé kínálatával, érdemes felkeresnie a NÉBIK szakembereit, akik a 0680 263 244-es ingyenesen hívható zöld számon tett bejelentés után kivizsgálják az esetet. A különböző emésztési megbetegedések elkerülése érdekében az élelmiszerek megfelelő hűtésére a saját háztartásokban is érdemes fokozottan figyelni a kánikula idején, hiszen a meleg kedvez a kórokozók szaporodásának az élelmiszerekben.
Ezek akár súlyos ételmérgezést is okozhatnak. Tipikusan ugye gasztroenterális megbetegedésekről beszélhetünk, itt hányásasmenéses tünetekre a jellemzőek ezekre a megbetegedésekre. Ha kórokozókról beszélünk, akkor sajnos tendencia még most is a szalmonellózis, illetve a kampilobakteriózis is ide tartozik, ezeknek a száma a nyári nagymelegben megszaporodik. A magas víz és fehérje tartalmú élelmiszereket és a tejtermékeket, húsokat tehát érdemes mindig a hűtőben tárolni, javasolta Tóth Dávid. Hozzátette, a zöldségeket, gyümölcsöket viszont elég csak hűvös helyre vagy kamrába tenni, mert a hűtő sok esetben elveheti azok zamatát. Augusztus első hetétől kezdik el a tankönyvek kiszállítását a Közép-Budai Tankerületi Központhoz tartozó iskolákba. Több tízezer kiadványt juttatnak el az intézményekbe. A diákok minden évfolyamon ingyen kapják meg a tankönyveket, ezzel pedig sok tízezer forintot spórolnak meg a szülők. Teljes mértékben lezártuk a tankönyvrendelést, sőt utólagosan ugye volt egy pótrendelési időszak is június hónapban, ott is az intézmények megtették, és a napokban, augusztus első hetétől kezdve a Közép-Budai Tankerületi Központ minden egyes intézménye megkapja azokat a tankönyveket, amelyeket rendelt. Ez másodikától indul, és egész az utolsó időpont, ahogy a múltkor láttam, az augusztus vége, ez ütemezetten zajlik. Tavaly is nagyon-nagyon flottul ment, úgyhogy fel vannak rá készülve az intézmények. Meghalt két beteg és újabb 64 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus fertőzést. A kormányzati portálon közzétett adatok szerint az aktív fertőzöttek száma meghaladja a 36 ezret. Kórházban 86 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 10 vannak lélegeztetőgépen. Megvertek egy utast az egyik budapesti buszon. A busz a Nyugati térre közlekedett, amikor két utas összeszólalkozott. Egyikük aztán többször megütötte a másikat, akinek az orra is eltört. Az esetről a busz biztonsági kamerája készített felvételt. Az agresszív férfit keresi a rendőrség. Azt kérik, hogy aki a felvételek alapján felismeri, tegyen bejelentést. Komoly bőrbetegségeket okozhat a szökőkútban való fürdőzés. A nyári melegben sokan a budapesti szökőkutaknál keresnek enyhülést, de nem mindegyik szökőkút vizét cserélik rendszeresen, így azokban elszaporodhatnak a kórokozók. Budapesten egyébként hivatalosan tilos a szökőkutakban fürdeni. Jó ötletnek tűnhet, ám számtalan veszéllyel jár, ha valaki a szökőkutak vizével hűti le magát a nyári forróságban. Az orvosok nem győzik hangsúlyozni, mennyire ártalmas lehet megmártózni a városi szökőkutakban, ugyanis annak vize számos kórokozót tartalmazhat. A medence nélküli szökőkutak a gyerekek számára is csábítóak lehetnek, pláne ha már sokan mások is ott hűsölnek, de fontos, hogy eszünkbe jussanak a káros mellékhatások. A kutak vizében fürdőző emberek és állatok rengeteg baktériummal, gombával, vírussal fertőzhetik meg a vizet, hiszen ennek a víznek nincsen öntisztulása, és a mikrobiológusok sem ellenőrzik napi szinten a víz minőségét. A 25 fok feletti szökőkúti víz kellemes táptalajt jelent a mikroorganizmusok elszaporodásának. A kutyák, macskák mellett a veszélyes betegségeket terjesztő galambok is hűsölhetnek a ritkán cserélt vízű szökőkutakban, így megnő a kockázat a kriptokókusz vagy a szalmonellás megbetegedésekre. Olyan kórokozók is lehetnek benne, amit az állatok közvetítenek. Nevezetesen esetleg egy bélférgesség vagy egy szőrzeten megülő gombafertőzés. Ugye, ha sok gyerek van együtt, akkor ott azok a fertőzések, azok a vírusos fertőzések is érdekesek, amelyek emberről emberre terjednek, ezek a különböző szemölcsök, különböző testtájakon, kezeken, lábakon, de bárhol a testen, akár a nemi szerveken is. Úgyhogy ezért egy kicsit izgalmas ez, hogy engedjük-e a gyermeket szabadon játszani a szökőkutakban, vagy nem. Elsősorban genykeltő baktériumok terjedhetnek el a vízben, amik olyan komoly betegségeket okozhatnak, mint a furunkulus, az ótvar és a különböző gombásodások. Ezeknek a betegségeknek pedig komoly szövődményei és kellemetlen tünetei is lehetnek. Mindez attól függ, milyen az illető immunrendszere és hogy milyen kórokozó támadta meg. Ha egy bélférgességről beszélünk, akkor a végbéltáji viszketés, a hajnali kellemetlen érzés a végbéltájon, bizsergő érzés a végbéltájon, illetve a székletben megjelenő bélférgek, azok egyértelmű tünetek. Ennek alapján már a megfelelő kezelést házi gyerekorvostól is meg tudják kapni, és ez kiűzi a férgeket.
A bakteriális fertőzések a bőr felszínén láthatóak elsősorban, ahol először hólyagok, majd zavaros hólyagok formájában, később sebek, pörkös sebek formájában jelenik ez meg a bőrön. Itt ugye nagyon fontos a pörkölenítő lemosás, a dezinficiensek alkalmazása. Ez ha kezdeti stádiumban meg is oldja a dolgot, ha nem akar múlni, akkor forduljon a orvoshoz, és akkor a megfelelő lokális vagy szisztémás antibiotikus kezelése is sor kerülhet. A szökőkutak mellett a dzsakúcik vízminőségére is érdemes odafigyelni, hívta fel a figyelmet a bőrgyógyász. A dzsakúcikban pedig egy olyan típusú kórokozó, egy olyan típusú baktérium tud terjedni, amelyik olyan bőrgenyesedést okoz, amelyik a szokásos genyesedés elleni kezelésekre nem reagál, meglehetősen kiterjedt tud lenni. Ha ilyen van, akkor mindenképp jelentkezzenek bőrgyógyásznál, és említsék meg, hogy ilyen típusú fürdőkádakban fürödtek, mert ez segít abban, hogy jusson korrekt diagnózishoz. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a szökőkút vize által kiváltott bőrirritációt sem. Minden esetben célszerű megmutatni szakorvosnak a kezdődő tüneteket, hiszen az idejében kezelt betegségek szövődmények nélkül gyógyíthatóak. A nagy melegben célszerű a veszélyes szökőkutak helyett inkább a főváros számos helyén megtalálható párakaput vagy ivókutat használni a felfrissüléshez. Megkezdődött a Lánchíd pályaszerkezetének bontása. Az előregedett vasbeton szerkezetet először feldarabolják, majd ezeket az egyenként több tonnás darabokat kiemelik és elszállítják. Az átkelő acéltartó szerkezetét közben folyamatosan vizsgálják a szakemberek. A hídról mostanra eltávolították a dísz és közvilágítást, felmarták az aszfaltot az úttestről, és az útpályaszegét is bontják. Javarészt a globális felmelegedésnek köszönhetően, de egyre gyakrabban találkozunk szélsőséges időjárási körülményekkel, hőhullámokkal, zivatarokkal, extrém csapadékokkal, sőt tornádók gyakoribb megjelenésével is. Ilyen körülmények régen is voltak, de most sokkal sűrűbben fordulnak elő, és a helyzet csak romlik. Nem ismerjük eléggé a viharokat, vagyis a zivataros időjárási körülményeket, ezért vagy feleslegesen félünk, vagy alulértékeljük a veszélyhelyzeteket. Téves például az a nézet, hogy a villámlást bevonza a nyitva felejtett ablak, ugyanis a légmozgásnak, a húzatnak és a villámnak semmi köze egymáshoz. Ugyanakkor az is tévhit, hogy nagyobb vihar idején nyugodtan sétálhatunk az épületek között, csak mert jól bírjuk az esőt. Az viszont tény, hogy egyre gyakrabban találkozhatunk nagy viharokkal. Úgy kell képzelni, hogy a bolygónk hőmérséklete emelkedik, ez azt jelenti, hogy a belső energiája is a légkörnek egyre nagyobb. Ez azt jelenti, hogy mind a zivatarok energiája, amelyet felhasználnak, illetve akár a trópusi viharok, hurrikánok is nagyobb energiával rendelkeznek. Ezt úgy kell képzelni, hogy statisztikailag, számszerűleg esetleg nagyobb, erősebb viharok alakulnak ki. De egyébként, ahogy említettem, régebben is voltak tornádók, azt hozzá kell, például Magyarországon is vannak, illetve voltak is tornádók, hozzá kell tenni, hogy ma már ugye mindenki szinte mobiltelefonnal jár, és gyakorlatilag azonnal beküldi, rögzíti, tehát ez régen természetesen nem így volt, akár hetek vagy hónapok teltek el, mire kiderült, hogy ott bármilyen károkozás történt. De egy szó mint száz, a légkör hőmérsékletének emelkedésével úgymond a szélsőségek gyakorisága is növekszik. És ezekre a szélsőségekre érdemes felkészülni, hiszen az extrém időjárási körülmények nem csak a vagyontárgyainkat, hanem az életünket, testi épségünket is veszélyeztetik, ha nem mérjük fel megfelelően a bennük rejlő energiát. Azt szoktuk mondani, hogy nagyon leegyszerűsítve, hogy mindenkinek érdemes használni a józan paraszti eszét, és ez nagyon fontos, mert nagyon sokan, főleg a nagyvárosi emberek már kicsit elszakadtak a természettől, azt kell, hogy mondjuk. Ez talán a vidéken még jobban benne van az emberekben, hogy zivatar idején, ha megtehetjük, akkor nem menjünk ki. Itt mindig van egy kockázata a villámcsapásnak is. Egyébként például a gépjárműben, ugye a Faraday kalitka elve alapján nem vagyunk veszélybe, tehát hogyha zivatarban és gépjárműben vagyunk, akkor lehetőleg ne szálljunk ki ebből. Gépjárművel közlekedőknél, hogyha például kialakul egy nagyobb felhőszakadás, sokan megpróbálkoznak átkelni bizonyos útszakaszokon, nem látják, hogy mennyire mély a víz, és belemennek, és megtörténik a baj, ott ragadnak, illetve már segítséget kell hívni. Tehát erre mondtam, ilyenkor azért inkább ne próbálkozzunk ezekkel a dolgokkal, de a villámcsapásnál talán legtöbben tudják, hogy a környezetükhöz képest kiemelkedő területeket keresi a legtöbb villám, egyébként ez sem minden villámra igaz, de ha lehet, akkor nem menjünk ilyen esetben kiemelkedő helyekre. Vagyis nem csak a pusztában, hanem egy városi parkban is veszélyes lehet fák, különösen egyedülálló fa alá állni. Mint ahogy ilyenkor nem életbiztosítás az sem, ha magas házak tetejéről szemléljük a villámlást, illetve más időjárási jelenségeket. Ha motorkerékpárral vagy biciklivel közlekedünk, zivatarok idejére ugyancsak érdemes megszakítani az utat. Az épületeket is lehetőleg viharban, amikor viharos szél előfordul, kerüljük, mert a tetőszerkezetet megvonhatja a vihar, illetve a fákról bizony galjak, vagy akár komolyabb faágak
kocsikat is leeshetnek, ez már balesetet okozhat, akár életveszélyes sérülést is okozhat, de természetesen a villámcsapás az már önmagában is egy komoly tényező, amely figyelmeztet is egyébként önmagában, hogyha már halljuk a dörgést, illetve látjuk a villámlást, akkor lehetőleg halasszuk el például a bevásárlásunkat, maradjunk otthon. Nagyon fontos még, hogy kialakulhatnak a nálunk is úgynevezett villámárvizek. Ez például a hegyvidéki területeken fontosabb, tehát ekkor bizony a kisebb patakok, vagy olyan patakok, amelyek esetleg nem is rendelkeznek vízfolyással, vagy száraz időszak végén, bizony akár megáradhatnak nagy mértékben, erre is figyeljünk, akár például sátorozás közben, vagy hogyha vízpartra közelében vagyunk, akkor azért ne oda tegyük a sátrat, ahol ilyen kisebb patakok vannak. A néha előforduló gömbvillámokról Csonka Tamás azt mondta, hogy ennek a plazmaállapotú furcsa jelenségnek még a kialakulását sem ismeri a tudomány, így védekezni sem tudnak ellene. De fontos, hogyha ilyet látunk, ne menjünk a közelébe, még egy fotó kedvéért sem. Zivatarok, esetleges tornádók idején egyébként is a biztonságunkkal törődjünk, ne azzal, hogy milyen felvételeket készíthetünk a közösségi oldalakra. Riportjainkat és híradónkat visszanézhetik honlapunkon a www.hegyvidéktv.hu-n. Köszönöm figyelmüket, legyen kellemes hétvégéjük, viszontlátásra!